Már az új idény előkészítésén dolgozik a Gyergyószentmiklósi Progim jégkorong csapata, számoltak be egy sajtótájékoztató keretében a klubnál. Az előző évben elért negyedik helynél többet ért volna el a csapat, azonban az elődöntőben csak nagy csatában maradtak alul Csíkszeredával szemben, és a két hazai győzelem sok tekintetben kárpótolta a nézőket Vélik Gyergyóban. Arról már most döntés született, hogy a játékosként is közreműködő edző nem jó megoldás, ezért tapasztalt külföldi edzőt szeretnének jövőre, noha ez nem lesz olcsó, erre célirányos támogatót keresnek. Több támogatást várnak a várostól is, elsősorban a jégpályát működtető VSK-val volt akadózó a viszony, ugyanakkor késik a megígért mobil jégpálya megvalósítása is. Az új idényben a MOL-ligában is indulni szeretne a csapat. Vereséget szenvedett a vízilabda Románia kupa döntőjében a nagyváradi Csészémé. A bajnoki döntősorozat előzetesének is beillő találkozót az egyik küzdőfél a bukaresti Steaua medencéjében rendezték, és a házigazdák ki is használták ezt az előnyt. Magabiztos 10-5-ös győzelem után emelhették magasba a trófeát. A belföldi vízilabda idénye a 3 győzelemig tartó döntősorozattal folytatódik. Az első 2 meccset ugyancsak Bukarestben rendezik. Sorozatban a 3. gól nélküli döntetlent játssza a marosvásárhelyi SZA a labdarúgó első liga alsóházi rájátszásában. A kiesés ellen küzdő csapat számára a csatárok gólképtelensége aggasztó méreteket kezd ölteni. Egyre nehezebb feladatnak tűnik a marosvásárhelyi SZA labdarúgó csapata számára a kiesés elkerülése. 6 fordulóval a befejezés előtt az együttes az utolsó helyen áll, 4 pontra lemaradva az utolsó bennmaradást biztosító helytől. Ennek ellenére a 2 forduló óta érkezett Jonel Gánya vezetőedző úgy látja, van még esély. Úgy vélem, hogy a csapat növekvő formát mutat mérkőzésről mérkőzésre, és minden pont fontos a kiesés elleni küzdelemben. Most következnek a riválisokkal való közvetlen meccsek, és szerintem számunkra ezek a legfontosabbak. A vendégeket irányító Krisztián Pusztai a játéktér minőségére panaszkodott, szerinte a játékosait a gyep állapota is befolyásolta, amikor kihagyták a csapata előtt kínálkozó 4-5 nagy lehetőséget. Ugyanakkor elismerte, ez a házigazdákat is zavarhatta. A pálya minősége elég gyenge az első ligához. Ez azonban nem menti a játékosaimat, mert egy minőségi játékos alkalmazkodni tud a körülményekhez, hisz mindkét csapat ugyanazon a pályán játszik. De láthatták, hogy az ACA csatárainak is voltak rossz befejezéseik a pálya miatt. Hogy melyik felet zavarta jobban a gondozatlan fű, a szakvezetők nem adtak egyértelmű választ. A télen tönkrement pálya azonban egyre jobb állapotban van, vélik a házigazdák.